Nem tudok szólni, hogy nagyon jó érzés volt, hogy Romániát megverni ezen a mérkőzésen. Egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Nem azon gondolkodtunk, vagy nem azt néztük, hogy ki rúgta a gólt, hanem azt, hogy vezettünk az első félidőben, és ez nagyon fontos volt a csapatnak. Azt gondolom, hogy nagyon sok elemet sikerült megvalósítani a fiúknak, tehát taktikailag dicséret jár a fiúknak, védekezésben és támadásban egyaránt. Sikerült hátul stabil védekezést produkálni, abból jók voltak már az előre játékunk, az előre passzok, ami az előző mérkőzésen egy kicsit akadozott, tehát a fiúknak ez a fajta görcsös, első mérkőzéses nyomása azt gondolom, hogy alábbhagyott, ez mindenféleképpen visszaköszönt a mai mérkőzésen, precízek, pontosak tudtunk lenni, a taktikai utasításokat sikerült betartani, valóban, hogyha egy picit még pontosabbak vagyunk a befejezéseknél, akkor ismételten több gólt tudtunk volna szerezni a mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy ezen a meccsen bizonyítottuk, hogy nagyon jó csapatunk van, mentálisan is nagyon rendben voltunk, nagyon készültünk erre a meccsre, csak úgy mentünk ki, hogy győzni fogunk, és nincs más választásunk, mert akkor nagyon minimális esélyünk lenne tovább jutni. Amúgy is ezt be akartuk bizonyítani, hogy mi vagyunk a csoportunkban a legjobb csapat, és most várjuk a szerdai mérkőzést, hogy azt is megnyerjük. Belülről a pályán milyen volt? Volt azért egy kis pikantériája egy magyar-románnak? Volt, persze, természetesen ennek a csapatnak, vagyis hát nekünk ez volt a legelső úgymond derbing, és szerintem nem, hát fel voltunk rá készítve, de nem ennyire, hogy ezek így fognak csipkelődni, és szerintem felvettük rendesen a harcot velük. Úgy készültünk, hogy ez benne lesz a meccsbe, és foglalkoztunk is vele, amit ők csináltak, azt nem vettük fel, csak a saját játékunkra koncentráltuk, és ennek meg is lett az eredmény. Neked egyébként amiatt mennyire volt pikáns ez a találkozó, hogy ugye Erdélyből érkeztél a Puskás Akadémiára? Hát nekem abszolút nem volt, én a csapatért játszottam, most nem figyeltem ki az ellenfél. Én igyekszem mindig ezt csinálni, hogy a csapat legyen az első, aztán lesz, ami lesz. Te ugye Hamburgból érkeztél ide a válogatottba. Mesélj kicsit arról, hogy érzed ki ott most magad, milyen a helyzeted? Nagyon-nagyon jól érzem magamat, egy nagyon jó helyzetem van kint. Nagyon szeretek kint játszani, a csapattársam és az edzőm az igazából az egész klub befogadott. Nehéz volt az elején ugye a nyelvhiány miatt, de már ez már elmúlt, és nagyon jól érzem magam, még egyszer tudom magam ismételni. És egyébként a pályán, az edzéseken, a meccseken ott mit tapasztaltam, mi volt a nehéz, milyen különbségeket láttál? Igazából nagyon-nagyon gyors volt a játék, a srácoknak a fizikális felkészítésük nagyon-nagyon erős az összes játékos, és ez volt elsőnek nagyon fura. Miben fejlődtél ott azóta? Szerintem mindenben. Milák Kristóffal elég jó kapcsolatot ápolsz, mesélni erről, hogy alakult ki köztetek ez a barátság? Egy helyen lakunk Tánokon, egy nagy községben, és ott ismertük meg egymásra, és én láttam a televízióban őt, és egyszer volt a Tánok iskolába, behívtak minket egy ilyen beszélgetésre, de több száz kisgyereknek kellett nekünk ilyen motivációs beszédet tartani, és ott ismertem meg őt személyesen. Egy meccs vár még rátok, Izrael ellen, mire készültök, megy a számolgatás? Nem számolgatunk, mi győzni megyünk ki a pályára, és hogyha így állunk fel, akkor nagy esélyünk van. Döntetlen vagy győzelem, tehát ez a két eredmény az, ami minket kijuttatna Angliába. Természetesen ez lobog a szemünk előtt, ennek a fényében készülnek a fiúk, most regenerálnak egyet, folytatjuk az ellenfélnek az elemzését, és mától, ma estétől már rákanyarodunk az izraeli együttesre. Lehet egy olyan csapat ellen készülni, amelyik egyszer 5-1-re nyer, aztán 3-0-ra kikap. Pontosan így, hogyha olyan egyszerű lenne a recept, akkor nem kell ennyi dolgozni vele. Két arcát láthattuk ideig az izraeli együttesnek, nyilván két különböző ellenféle ellen, de azért aki látta a szlovénok elleni mérkőzésben, láthatta, hogy egy nagyon jó kis együttes, tehát nem lepődtök meg ezen az eredményen, attól függetlenül majd a következő mérkőzésünk aznapi formája mutatja meg, hogy mi lehet a mérkőzésnek a kimenetele.